Kedves farkasfény Patricia és farkas Krisztián, drága barátaim, kedves család, barátok és nász nép. Mindenki milyen gyönyörű ezen a meleg, viszont annál csodálatosabb napon. Nagy megtiszteltetés és nagyon megható érzés beszédet mondani számomra ennyire nagyon fontos és szeretett embereknek eddigi életük legszebb és legfontosabb napján. Kedves Pati, 5 éve Krisztián élete teljes lett, hiszen megismerkedtetek. Benned egy olyan társa talált, és ez már az első találkozásnál látszott, mikor bemutatott téged, akivel egy életen át tartó szerelemben és boldogságban tudja leélni életét, a közös életeteket. Mindig boldogság, béke, nyugalom, szeretet övezte jelenléteteket, az általatok mesélt, rólatok szóló történeteket. Az ajtótok mindig nyitva áll mindenki előtt, és a legnagyobb szeretetben fogadtok minket. Jó látni, és tényleg nagyon jó, hogy a mai kicsit őrült, hirtelen változó világban milyen biztos pont vagytok egymásnak, mennyire szeretitek egymást. Egymás mellett teljesítettetek ki, egymást támogatva, ez a legcsodálatosabb dolog. És mennyi minden vár még rátok? Családjaitok és barátaitok szerencsések, hogy ti vagytok. Természetesen ti is nagyon szerencsések vagytok ilyen rokonokkal és ilyen baráti körrel. Nem is szaporítanám tovább a szót. Én tényleg csak annyit kívánok nektek. Legyetek nagyon-nagyon boldogok mindörökké. Jelenti-e ön, Víg Patricia menyasszony, hogy az itt jelenlévő Farkas Krisztián vőlegénnyel házasságot köt? Igen. Kijelenti-e ön, Farkas Krisztián vőlegén, hogy az itt jelenlévő Víg Patricia menyasszonnyal házasságot köt? Igen. Most pedig köszöntsék egymást az első hűvösi csókkal. Legyetek nagyon-nagyon boldogok mindörökké. Yeah,